A szolgáltató KNKK ZRT 100 millió forintos beruházásával megépült, és 23-án hétfőtől már az utasforgalom számára is megnyílik a kisbéri autóbusz állomás. Az új épület hasznos alapterülete 102 négyzetméter, a terveket Siklósi József íbüldíjas építészvezető tervező készítette. Az új akadálymentes létesítmény mind az utazóközönség, mind az itt szolgálatot teljesítő munkavállalók számára megfelelő szociális részlegekkel, kultúrát váróteremmel, biztonságos bérletpénztárral, korszerű gépészettel, energetikai rendszerrel működik. Kisbér égköve lesz ez az épület, hiszen a történelmi városközponthoz illeszkedő, nagyon szép stílusban és nagyon szép kivitelezésben megvalósult építkezésről és beruházásról beszélünk. Ez esztétikailag gyönyörködteti a szemet, az utasokat pedig nyilván minőségi utastájékoztatásban és minőségi kiszolgálásban tudja részesíteni az utazás során, illetve az átszállás fel és leszállás során. Ez talán a szolgáltatási oldalról az egyik fontos dolog. Az itt élők és a térségben élők számára én három okot neveztem meg, ami biztosan fontos, hogy egy kulturált utasfogadó és utasindító legyen a buszpályaudvar a városban. Az egyik az a térségnek a kormányhivatali, kormányablaki és járási hivatali ügyintézési ügyfélköre, hiszen a járásból, a térségből és a kormányablak esetében általános illetékességről beszélünk, tehát nem csak megyéből érkeznek. Az utazók számára nem messze jól megközelíthető a járási hivatal. Fontos az, hogy egy ilyen városban egy ilyen forgalmú hivatali ügyintézés során megfelelő távolsági utazást biztosító buszpályaudvar legyen. A másik az az egészségügyi szakrendeléseknek az elérhetővé tétele. Itt mögöttünk egy kis közön megközelíthető a szakrendelő és a kórház épülete. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, sokan járnak ide, szintén nem csak Kisbér és térségéből egyébként, hanem a rehabilitációs kórházi részlegeken nem csak megyeiek, hanem még megyén kívüliek is laknak, nyilván sok látogató érkezik. A harmadik ok pedig a kisbéri piac, ami szintén közelről, távolról fogad minden csütörtökön érdeklődőket, vevőket, ami azt gondolom, hogy megint csak egy hozzáadott plusz, hogy még egy olyan ügyfélkör utazó közönség számára is létesül egy modern pályaudvar, aki gyakran látogat Kisbérre, tehát mégiscsak első soron és első renden a kisbériek számára fontos ez a beruházás, mert hiszen nem csak szép, hanem azt gondolom, hogy joggal, méltán és nagy-nagy türelemmel várták ennek a buszvégállomásnak az elkészültét, úgyhogy köszönöm is szépen nekik a türelmet, és kívánom, hogy használják egészséggel ezt a létesítményt. Az új létesítményről számszakilag azt lehet tudni, hogy közel 100 millió forintos beruházás kapcsán épült meg, mindegy 7 hónap alatt, de maga a tervezési folyamat, illetve az előkészítési folyamat nagyjából 2 évet ölel fel, igazából majdnem 3-at. A pályaudvarról magáról azt lehet tudni, hogy a legfontosabb tényezője, ami az utasok szempontjából lényegi kérdés, hogy április 23-ától vehető ténylegesen birtokba, mai nappal műszaki átadás átvétel megtörtént, az utastájékoztató eszközök felszerelése van még hátra. Az új autóbusz állomás pénztárának és várótermének nyitvatartásáról, az induló és érkező állások térképével kiegészítve, ezen a héten a médián keresztül és szórólapok útján tájékoztatja az utasokat a közlekedési központ. Nyitás 23-án hétfőn. Az utcára, pontosabban a község hangulatos főterére vitték a verseket környén. A Magyar Költészet napját nem csak profi előadókkal, de verses kötetek jótékonysági vásárával és a helyiek szavalataival is ünneppé tették. Kányádi Sándor, április hónapja. Bolondos egy hónap, április hónapja. Hol kalap a fején, hol báránybőr sapka. Kőpenyekbe burkol, ingújra vetkőztet. Mutatja a tavaszt, hol nyárnak, hol ősznek. Hiába próbálnád kilesni a kedvét, túljár az eszeden, mire észrevennéd. Búsnak teszi magát, szeme könnyben ázik, mindegyre lehunja sűrű szempilláit. Aztán gondol egyet, fülig fut a szája, s ránevet a fényben hunyorgó világra. A legeslegelső 4 évvel ezelőtt is hatalmas sikerrel zárult itt környen főterén. A Művelődési Ház és a Községi Könyvtár szervezi a költészetnapi ünnepséget itt környén.
Tavaly sajnos a rossz idő miatt úgymond beszorultunk a művelődési házba, ezért nagyon-nagyon izgultunk, hogy idén kellemes legyen a napsütés, és az égiek is velünk voltak, tehát itt tarthatjuk, hiszen szerintem nagyon-nagyon hangulatos, nagyon kedves ez a kis főtér, itt le lehet ülni. A program során profiktól is hallhatunk megzenésített verseket, és az a nagy ereje szerintem ennek a rendezvénynek, hogy környeiek a saját szavalataikkal színesítik ezt a rendezvényt, ami egyrészt igazolja, hogy hány, mert nagyon sok versszerető él itt környén, másrészt pedig nagyon jó érzés hallani, amikor a falubeli től szólal meg egy-egy kedvelt vagy kedves vers, de nem egyszer olyan is elhangzott már, ami annyira nem ismert, és olyan jó, hogy ilyenkor gyöngyszemekre találunk. Utána pedig kötet vásár, idézőjeles vásár várja mindig a látogatókat, hiszen verses köteteket is ajánlottak fel környeiek. Ilyenkor ezeket kitesszük, vételkényszer nélkül, és kalapozunk. A kalapba kerülő forintokat pedig a Szivárványtánc Együttest támogatjuk, hiszen a kalapokat tőlük kaptuk kölcsön erre az alkalomra. Sőt, ajándékkal is készültek a szervezők. Aki részt vesz a vers ünnepén, kitűzőt kap. Volt, aki a korábbi évekből megőrizte, és már azzal érkezett a rendezvényre. Én már nagyon régóta gyerekkoromtól kezdve szeretem a verseket, sőt, amikor már a gyerekeim lettek, ők is nagyon megszerették a verset, sőt, olyan rafinált volt a nagyobbik fiam, hogy a Petőfi verseket átköltötte, de úgy, hogy úgy hallottuk, úgy éreztük, hogy saját maga csinálta azokat a verseket, költötte a verseket, és azt belesegítettem mindig, én is a verskészítésbe, és így nagyon a szívünk köznőtt, akkor még a járta dolgozók lapja, és abban is mindig volt, azt hiszem a hétvégén volt vers, azokat mindig elolvastam, és nagyon tetszettek. De nagyon sok olyan verset szeretek, amit magaménak érzek, amit tudok hangsúlyozni, mert nem mindegyiket tudom úgy elmondani, ahogy kéne, és így olyanokat választok mindig, amit én el tudok mondani, amit átérzek, és amit úgy tudok hangsúlyozni, ahogy érzem, hogy miről szól. Hangulatfüggő, hogy milyen verset hoz? Nem. Nem hangulatfüggő, hanem verstől függ, hogy érint meg, attól függ. Most melyik verset hozta, és miért ezt? Hát én most olyan családi verset, és olyan időskorról, nem a történelmi verset, meg nem a régi nagyoktól hoztam verset, mert azokat, ha hallgatom az interneten, akkor azok olyan gyönyörűen vannak elmondva, hogy én azt úgy elmondani nem tudom. És a mai kis fiatal íróktól hoztam olyat, mert a klubba is mindig szoktam szavalni a tagoknak, és oda inkább olyanokat hozok, amik vidámabbak, amik rólunk idősekről szólnak, meg a családról szólnak. És most is olyat választottam, ami rólunk az idősekről, családról, gyerekekről, és a fiataloknak a tanításáról szól. Az idő csodákat művel, sebeket gyógyít, bánatot küld el. Új hónapot, évet, évszakot hoz, szomorúságot vagy örömet okoz. Az idő múlik, de kit zavar? Miért nem múlhatna, ha akar? Hisz mindig ragyog majd napsugár, s időtől függetlenül énekel a kismadár. Múljon az idő, engem nem zavar, múljon csak, múljon, ha akar. Az idő, mint egy drága kő, mint a boldogság, csak eljő. Egyformán szép mindenkor, mert mind az életről szól. Mindegy idős vagy fiatal, csendes vagy erős a zivatar. Hisz a fiatalság el nem múlhat, ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat. A fiatalság minden emberben megmarad lélekben, csak több tapasztalata lesz az életben. A szavalatok mellett megzenésített versek is helyet kaptak a környei programban. Panaszra, füttyöget olykor, mi
Nekem nagyon nagy könnyebbséget adott anno gimnáziumban, meg már általános iskolában is kötődni is a versekhez, értelmezni is a verseket. Szerintem az, hogyha dallam van alatta, hogyha jól el van találva az a dallam, akkor sokkal könnyebben átadhatóbb, sokkal könnyebben átérezhetőbb egy adott vers, illetve nagyon érdekes még azt látni szerintem, hogy bizonyos versek, amiket többen feldolgoztak, milyen más hangulatot kapnak más előadóktól, más zenészektől, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas dolog, én nagyon-nagyon élvezem ezt a versfeldolgozást. Ahol az improvizációra nagyobb lehetőség van, az mindig a hangszeres szóló ebben az esetben, én úgy érzem, ezt pedig ugye Horváth György fogja produkálni, neki van ebben egy kicsit több szabadsága, mint nekem, de én azt gondolom, hogy a tempóban, hangulatban mindig van szabadság ebben. Én nem tudom, mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavaid sejme szíven simogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon. Fájása édes, hadd fájjon, hagyom, ha balgaság, a tévedés legyen. A szerelem, bocsásd ezt meg nekem. Ott fekszik baj a lábánál. Tatán túl bajon, ott vagyok én otthon. Félni itt nem kell, mert veszély nem fenyeget. Szántóföldek, kukoricások, szaladgálni köztük csuda jó. Játszunk itt jó sokat, kaszagunk is nagyokat. Erdőben fenyőfák, szívünkben boldogság. Pusztákon nagy tenyák, kertünkben gyümölcsfák. Igaz, nem így születtem, de emlékeim ide kötnek. Annyi öröm van körülöttem, amennyi vízcsap van a tengerekben. Nekem kedves, s számomra szép ez a hely, mert Baj egy gyönyörű hely, hol én otthonra nevek. A baiak szeretik otthonukat, és ezt most versbe is öntötték. A Magyar Körtészet napja alkalmából kiírt versíró pályázatra nem csak írásban érkeztek az alkotások, hanem néhányan annak előadását is vállalták. A mai napi költészet napi verses délután is a tegnap programsorozat része, és azért írtuk ki ezt a bajról szóló verspályázatot, mert szerettük volna, hogyha mindenkinek lehetősége volna arra, hogy elmondja, leírja, hogy mit jelent neki ez a település, és erről szülessenek művek, amiket a későbbiekben olvashatunk, használhatunk, és mindenki számára elérhetővé tehetünk. Ezért jött létre ez a mai nap is. Kik pályáztak leginkább? Fiatalok, idősek, vagy vegyes a kép? Eléggé vegyes a kép, leginkább a diákok pályáztak, de érkezett egy több mint 80 éves hölgytől is egy vers, úgyhogy elég széles a paletta. Mik a stílusok? Modernebb, vagy pedig azért vannak az a hagyományos rímelős fajtájú versek is? Elsősorban hagyományos versek születtek, de van egy egészen mai, aminek a sorok első betűit összeolvasva kaphatunk egy értelmezhető bajról szóló szót, tehát teljesen vegyes ebben is a stílusban is. És mi a végkifejlet? Baiak szeretnek baiak lenni, és erről írtak verset a szépségekről, a jó dolgokról? A baiak szeretnek ebben a szép, csendes, nyugodt faluban lenni, itt az otthonuk, ez érezhető a versekben is. A pályázat nem verseny volt, így minden induló ajándékot kapott. Határában a gerecse, sokat kirándulunk fel és le. Falunapon lufi popcorn, koncertek, örülnek a gyerekek. Németül is megtanulunk, szüretkor meg felvonulunk. Erről szól egy baji élet, jöjjön hozzám, várunk téged! Arra születtünk, nem s kell baka, baszkodjunk, nem baj, hogyha fáj, nem baj, hogyha fáj. Arra
második alkalommal telt meg zenével és adományozó kedvel a megyei Vöröskereszt tatabányai épülete. A kezdeményezés miszerint licitálni lehet felajánlott tárgyakra és minőségi időre, lassan, de biztosan fejleszti a jótékonyság helyi meghatározását. A kezdeményezés, aminek országos hatása is van, és ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért gondolom ezt, a mögé szívvel, lélekkel mellé tudok állni. És nekem van egy elképzelésem, illetve tudásom a Magyar Vöröskeresztről, hogy kis közösségek azok, amik az egészet egy erős szervezetté teszik immár 137. éve. És ezek a kis közösségek mindig valamilyen közös tevékenységben mutatják meg a maguk erejét, tudását, képességeit. Az egyik ilyen nagy élményem volt, amikor nagy hó volt március 14-én, 15-én, és engem hajnalban a katasztrófa védelemtől fölhívtak, hogy hát lesznek befogadóhelyek, és segíteni kellene, és akkor én hívtam Irénkét, és kérdeztem, hogy miben tudnak ők helytállni itt helyileg. És mondta, hogy István, már az önkéntesek, az alapszervezeti tagok már rég kim vannak, és teát osztanak, és takaró van náluk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy hihetetlen nagy érték és erőforrás, és hogyha olyan kezdeményezések vannak, amiben látható az a hit, hogy ebből tényleg lesz jó cselekedet, akkor ez egy ilyen esemény, és ha jól sejtem, ez már második alkalom. Tehát én azt gondolom, hogy életképes, és a jövőben országos hatása is lehet, példaértékű is lehet, hogy ilyen formában, akár licitálással, akár tombolával, vagy bármilyen más eszközzel, de felhívni a figyelmet egymásra, embertársainkra, rászorulókra, ez a kezdeményezés olyan, ami mondom más megyében is, országosan is nagy hírű lehet. Tata polgármestere nem csak érdeklődőként, de licitálóként is érkezett. A Vizek városába stílusosan egy fonott világító torony kerülhet. Bencsik János képviselő úr szólított meg valamikor egy pár hónappal ezelőtt, hogy elindult egy ilyen nagyon kedves, újfajta gondolat arra, hogy hogyan tudjuk támogatni, segíteni a Vöröskeresztet, és mára kaptam meghívót, és aztán így gondoltam, hogy akkor megragadom az alkalmat, és eljövök. A Vöröskereszttel nagyon régi kapcsolatunk van, a városnak, Tatának természetesen, mint ahogy Tatabányán is, megyében régóta, hosszú-hosszú évtizedek óta nagyszerűen működik a Vöröskereszt. Tatai Vöröskereszt is egy nagyon lelkes kis csapat, és hát különösen a véradás az, amiről Tatán ismerik őket, de arról is, hogy nagyon sok minden egyéb tevékenységet folytatnak, gyerekeket táboroztatnak, családokat segítenek, bútort gyűjtenek, adományokat gyűjtenek és osztanak szét. Tehát egy jó dolog az, hogyha van olyan szeretett közösség a kötelezőn felüli feladatokra, amely ilyen nagy odaadással és szeretettel osztja szét. De ugyanígy mondhatom a Karitást, vagy leginkább a Máltai Szeretett Szolgálatot, amelyik hát ebben meg nagyon nagy profizmussal is bírva végzi ezt a segítő tevékenységet. Nincs olyan közösség, nincs olyan település, amelyik segítők nélkül is tud boldogulni. Ezt tudomásul kell vennünk, és ezért őket nagyon meg kell becsülni. Úgyhogy én a megyei Vöröskeresztnek jó szívvel gratulálok, meg ehhez az ötlethez is, meg ehhez a toronyhoz is, amit Tatán valamelyik óvoda fog megkapni, akinek ezt megvettem. Az összetartozunk, egymásért vagyunk szlogent ezen a rendezvényen tartalommal töltötték fel a résztvevők. A Vidakun testvérek Dávid, Áron és Gábor édesanyjukkal, valamint a Kodály iskola kórusa az árverések szünetében kulturális programmal ajándékozta meg a résztvevőket. A
20 esztendővel ezelőtt épült Bai Egészségház felújítása fejeződött be az elmúlt hetekben. A 23 millió forintos központi forrást 1,2 millió forinttal egészítette ki az önkormányzat, aki a beruházás nyomán jelentős energia megtakarítást is remél. Teltelt 20 esztendő, és megérett az épület arra, hogy egy kis átalakításon essen át, elsősorban egy energetikai célút, tehát kapott egy 10 cm-es külső hőszigetelést az épület teljes egészében, a födémi, meg egy 15 cm-es szigetelést, tehát becsomagoltuk tulajdonképpen ezt az épületet. Ezzel együtt a tetőnek a felújítása is megtörtént, valamint a központi fűtésnek a korszerűsítése, ami egy új kondenzációs kazánnak a beépítését jelenti. Valamint itt a nagy nyári melegekre való tekintettel a klímaberendezések is kiépítésre kerültek az épületbe, hisz itt a rendelés, tehát fogászati, illetve egyéb rendelések esetében a nyári nagy melegben itt már elviselhetetlen volt a helyzet, úgyhogy most ezeket a problémákat így egybe sikerült megoldanunk. És még egy kis forrásunk még rendelkezésre áll a különböző eszközök, műszereknek a beszerzéséhez, külön-külön a házi orvosoknak, védőnői szolgálathoz, illetve a fogászati rendelőhöz kapcsolódóan is egy kis eszközbeszerzése, még ilyen 1 millió-1 millió-200 ezer forint értékben van lehetősége az önkormányzatnak a pályázat eredményeként. Az egészség az a legnagyobb kincs az ember életében, egy közösség életében is. Az egészség megőrzése is nagyon fontos, sőt a legfontosabb, de hogyha az egészség az megbomlott, akkor szükség van arra, hogy helyreállítsák. És ahhoz, hogy jó körülmények között tudják ellátni a betegeket, az itt szolgálatot teljesítő orvosok és a segítőik, a védőnő és a nővérek, ahhoz olyan körülményeket kell biztosítani, ami inspirálja őket is a munkára, és a gyógyulást is elősegíti. Ez volt a kérése az önkormányzatnak, hogy keressük meg azt a pályázati lehetőséget, amely a nagy részét a költségeknek átvállalja, és ehhez tette hozzá az önkormányzat a saját önrészét, így az önkormányzat és a belügyminisztérium közös finanszírozásával valósulhatott meg. Nem csak egy egyszerű energetikai felújítás, hanem egy teljes körű korszerűsítés, hiszen újszerű állapotba került a rendelőintézet. Gratulálok a baiaknak ezért az összefogásért és szép munkáért. Itt a megnyitón képviselő úr további beruházásokat is említett, jó hírek mik ezek? Igen, apróságok, amelyek még úgy szépítik a falunak az életét. A sportpálya közvetlen szomszédságába fölépülhet egy sportpark. Eddig a városokban találkozhattunk ilyenekkel, szabadtéri sportparkkal, ami a nagykamaszoknak és a fiatal felnőtteknek biztosít tornázási lehetőségeket. A másik pedig egy zárt kertes pályázat volt, a Földművelésügyi Minisztériumhoz kellett benyújtani, ott 10 millió forintot nyert el a település, és abból rendbe tudják tenni a buszforduló, a Bai Szőlőhegy buszfordulójához vezető utat, és a buszfordulónak a környezetét, talán még a kultháznak a rendbetételére is lesz belőle egy kicsi fedezet. Szokásos éves beszámolóját tartotta a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a regionális küldöttgyűlés keretében, ahol nem csak az elmúlt évi tevékenység, de a 2018-ra vonatkozó kiemelt feladatok is szóba kerültek. Ezek közt a régióban található kisebb csoportok életben tartása, és azok az új feladatok, ami mostantól az Egyesületre hárul. Az Esztergom és a Pilis Maróti idősek otthonát, amit nekünk most kell tanulni, amit április 1-től most már valójában is a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli régiója irányítja. Tudni kell azt, hogy a régióban még ilyen intézmény nem volt, gyakorlatilag ezt az intézményformát nekünk tanulni kell, és ez nem kis feladat. Azzal, hogy ezt az intézmény struktúrát is átkaptuk, megkaptuk az államtól, két 150 fős intézményről van szó, szóval az egyik 100, a másik pedig egy 50 főt gondoz. Ezzel a költségvetésünk 1,6 milliárd forintra ugrott föl. A másik feladatkör, amivel szintén csak meg kell birkoznunk, az pedig a elnyert pályázatoknak a koordinálása. Regionális szinten mint egy 8-10 pályázat, ilyen 100 millió forintos körüli pályázatot nyertünk el, amiket részint hajléktalan ellátásra, hajléktalanok
kivezetése a normál életbe projekt kapcsán közel 100 millió forint, aztán a hajléktalan szállóknak, az infrastruktúrájának a javítása, valamint a családok átmeneti otthonának a átalakítása és felújítása Esztergomban. A régió vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a nyertes pályázatokról beszámoló plakátok, bár totán láthatók, a feltüntetett összegeket nem csupán a városi, hanem az országos szervezet használhatja fel, például az ifjúsági munka a jövőért projekt esetében is. 867,4 millió forintot kapott a máltai szeretett szolgálat, és ez a tatai kapon van. Tehát ezt nem a tataiak kapták meg, hanem ez a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egészére vonatkozik, hiszen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, mint előbb mondtam, egyesületi formában dolgozik, és egy jogi személy vagyunk. Ez a jogi személy jelenik meg ezeken a plakátokon. A másik ilyen hasonló nagy projekt, ami szintén Tatán meg fog jelenni, és ez még nagyobb tábla, mint egy szobafal, illetve plakát, aminek kapcsán 650 millió forint jelenik meg ezen a plakáton. Ne ijedje meg senki, hogy az a 650 millió forint nem a tatai Vasutca 64 prá épület felújítása lett fordítva, hanem a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat egésze kapta ezt a 650 millió forintot abból a projektből, amit a karitatív szervezetek infrastruktúrájának a javítására programra nyert el a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Ennek kapcsán a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Közép-Dunántúl régiójánál három intézmény, illetve épület lesz felújítva, egy Dorogon, egy Tatán és egy Kisméren. A küldőgyűlésen elhangzott, az önkéntesek munkájára főként a helyi szervezetek tevékenységében még mindig nagy szükség van, így a ruhaosztás vagy az adománygyűjtés fogadás esetén. Az, amit a könyv ad az ember számára, az mondhatjuk nyugodtan, hogy a legnagyobb kincseink közé tartozik. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a hétvégén a városba látogató 50 középiskolás diákot a polgármester. A tanulók három napot töltöttek Tatán, hiszen az Arany János irodalmi verseny utolsó döntő fordulójában írásbeli és szóbeli tudásukról is számot kellett adniuk. A verseny a kezdetek óta olvasott irodalmi műveket állít a középpontba, minden esztendőben 7 kötetet, amit előre meghirdetnek a jelentkezéskor. A gyerekeknek értelmezniük, olvasniuk és ismerniük kell ezeket a műveket. Az írásbeli fordulón összehasonlító fogalmazást kell írniuk egy megadott cím alapján. Most Heltai Jenőnek az egyik gondolatát választottuk, az élet szép, neked magyarázzam. Ez a motto, ami alapján 2-3 olvasott műre támaszkodva kell a diákoknak kifejteni a véleményüket. A szóbeli fordulókon is egy-egy alkotás kerül terítékre. Ezt a gyerekek nem tudják. Villámkérdés formájában kell 2 percben beszámolniuk arról, hogy szintén egy-egy felvetéshez, egy idézethez milyen gondolatokat tudnak megfogalmazni. A szervezők és a felkészítő pedagógusok tapasztalata, hogy azok a diákok, akik részt vesznek az Arany János irodalmi verseny fordulóin, később már a versenyeken, vizsgákon vagy akár az érettségin is sokkal jobban, magabiztosabban teljesítenek. Bármilyen más megmérettetésen, tehát más tantárgyi versenyen, vagy más rendezvényen sokkal határozottabban és sokkal magabiztosabban képesek majd szerepelni. Az első pillanattól kezdve nagyon, de nagyon szeretem. Amit szeretek benne, hogy olvasni kell, és nem kötelező olvasmányt. A tananyagtól teljesen függetlenül kijelölt olvasmányokat kell elolvasni. Nyilvánvalóan Arany és a korszakhoz kapcsolódóan egy jókai, illetve mindig van valamilyen dráma, és mindig van kortárs, és mindig van világirodalom. Ezek a művek többnyire, és idén is nagyon jók, és nagyon jól olvasható művek, és a verseny nem arról szól, hogy a gyerekek mit tanultak irodalomból, hanem mennyire értik az olvasott szöveget. A verseny végeredményét az írásbeli és a szóbeli forduló pontszámainak összege alakítja. Az első 20 legmagasabb pontszámot elérő diákot arany, ezüst és bronz diplomával jutalmazták. Hagyományokhoz híven közös népdal énekléssel kezdődött a Református Gimnázium mind galériájában szervezett kiállítás megnyitó.
A nagy érdemű ezúttal az országosan is elismert és híres festőművész Dobroszláv Lajos fiának, Dobroszláv Józsefnek a képeit nézhette meg. A kiállítás Dobroszláv József emlékének szentelte a Református Gimnázium. A Helytörténeti Egyesület szervezte a kiállítást, mint hagyományosan, és a családnak a hagyatékban őrzött, illetve a falakon őrzött anyagából összeválogattuk össze ezt a szép gyűjteményt, amely nagyon szépen megmutatja ennek a különleges művésznek az életművét. Dobroszláv József, Dobroszláv Lajos festőművész fia. Szükséges ezt említenünk, hiszen amiatt is, mert Dobroszláv Lajos egyáltalán nem foglalkozott tanítványokkal, az egyetlen tanítványa fia volt. És amikor Dobroszláv Józsefnek az életművét értékeljük, akkor találkozunk olyan jelenségekkel, ahol az édesapa emléke nagyon-nagyon előtérbe kerül, és találkozunk azzal a szándékkal, azzal a szemlélettel, ahogy megpróbál elszakadni, és egy teljesen új útra lépni az akvarelfestészet édesapjától örökölt hagyományán területén belül. Ez a teljesen új út, ez valóban az ő saját útja, hiszen ő építészmérnök volt, és valóban építész szemmel tudta nézni a világot, és a világban a szerkezetet, a konstrukciót, a mérnöki dolgokat vette észre. Mint építészmérnök, ugyanakkor, mint festőművész, hát rá kell nézni a képeire, önálló a fák, a villanyoszlop az nyílegyenes, szép színeket használ. Hát nyilván édesapámtól örökölte a tehetségét, de a színei kissé mások. Egy végtelenül szerény, egyszerű ember volt, akinek a művészet nagyon sokat jelentett, a festés, rajzolás gyerekkorától kezdve. Kedves ember is volt, és biztos, hogy örülne, hogy ennyien megtisztelték ezt a kiállítást. Nekem mindegyik a kedvencem, mindegyik gyönyörű, és otthon is rengeteg kép van még a falon, amit nem akartam levenni, de mindegyiket egyformán szeretem. A helyi civil szervezetek, sportegyesületek mellett a katasztrófa védelem, a rendőrség és különféle intézmények tevékenységével is megismerkedhettek a diákok az első alkalommal megrendezett IKS bőrzén. A program célja, hogy a középiskolás tanulók minden lehetőséget megismerve dönthessenek arról, hogy az érettségi feltételeként előírt iskolai közösségi szolgálatot hol szeretnék elvégezni. A 2011 évi köznevelési törvénynek köszönhetően mára minden diáknak 50 órát el kell tölteni, 50 óra közösségi szolgálatot ahhoz, hogy érettségihez jusson. Mi a Magyarinál 2013-ban szembesültünk azzal, hogy valóban itt egy igen nagy tömegű diákság áll szemben, az egyébként felkészületlen civilekkel, illetve fogadószervezetekkel szemben. Ekkor határoztuk el, hogy ez egy olyan jó pedagógiai lehetőség az iskolák számára, illetőleg olyan jó lehetőség a fogadó szervezetek számára, hogy képzést szerveztünk számukra. Egyrészt a pedagógusokat képeztük, illetőleg ezt követően a fogadó szervezeteket. Ez gyakorlatilag az egésznek a gyümölcse, hiszen a mai nap rengeteg olyan szervezet van itt, akik részt vettek egyrészt ezen a képzésen. Másrészt hál' Istennek vannak többen is, akik nem voltak ott, de jelen vannak a rendezvényen. A 23 éve működő Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság megalakulása óta elsősorban az idősebb közösségeknek szervezett programokat, képzéseket, de az utóbbi időszakban próbáltak nyitni a fiatalabb korosztály felé is. Eldöntöttük, hogy olyan pályázati forráskeresésbe fogunk 3 évvel ezelőtt, amivel a fiataloknál is jelen tudunk lenni, és a fiataloknak is tudjuk segíteni azzal, hogy kicsit az életterv való nevelésbe a népfőiskola keretei között megpróbáljuk őket elérni. Most ez a legegyszerűbb módon az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat jelentette. Ebbe a útkeresésbe szeretnénk nekik segíteni, hogy milyen olyan egyesületek, civil szervezetek vannak, akár városi önkormányzati cégek, akik közszolgáltatást végeznek a városban, hogy belülről ismerjék meg, és egy kicsit affinitásuk legyen az iránt, hogy igenis a közösségi szolgálat az mit jelent, az mennyire magasztos és felemelő, és mennyire jó cselekedet.
emellett egy munkahelyre is bepillantást nyerjenek, még úgy, hogy még nem akarnak munkavállalók lenni. A társadalom egészére szeretnénk a csápjainkat kinyújtani, és a kapcsolódási pontokat megszerezni, és a jövőbeni feladatainkat, jövőbeni céljainkat ennek alárendelve szeretnénk megtervezni. 2011 óta a köznevelési törvényben megfogalmazottak alapján csak akkor érettségizhetnek a tanulók, ha a középiskolás évek alatt 50 órányi közösségi szolgálatot vállalnak. A diákok maguk választhatják ki azt a tevékenységi kört, amellyel foglalkozni szeretnének. Ehhez próbált segítséget nyújtani a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság azzal a bőrzével, ahol felvonult a térségben működő összes fogadószervezet. Szerintem ez egy jó dolog igazából, ez a közösségi munka, mert felkészíti a diákokat a nagybetűs életre, úgymond igazából, megtapasztalják, hogy mi az a munka, és hát szerintem ja, jó dolog. Igazából a bűnmegelőzési stadnál voltam, én ezzel szeretnék foglalkozni, ilyen bűnügyi nyomozó szeretnék lenni majd nagykoromban, és ezért azt a standot látogattam meg, és kaptam is lehetőséget nyáron erre a munkára. Igazából ilyen strandokon kell dolgozni, a Tatabányán a tatományos körzetét kell járni, igazából figyelmeztetni állampolgárokat, ha valami olyat látunk. A Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság nagyon szívesen veszi a fiatal segítőket. Bűn és baleset megelőzési prevenciós programjaink során szoktuk őket úgymond igényelni. Vannak olyan diákok, akik visszatérnek rendszeresen, még csak a közösségi szolgálaton kívül is keresnek minket, hiszen amikor belecseppennek ebbe a tevékenységbe, akkor látják, hogy milyen sokrétű ez a feladat. Elsősorban olyan prevenciós programokra, amikor nagyon sok látogatóra számítunk, tehát ilyen több száz fő látogatja meg tulajdonképpen ezeket a programokat, városi rendezvényeket, ahol mi ott vagyunk, oda szoktuk kérni az iskolákat, hogy közvetítsenek ki diákokat. Úgyhogy nagyon szép számmal szoktak jönni, szívesen segítenek. Az IUG Egyesület ugye a sport és egészségmegőrzés területén végez fő munkálatokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy a diákokat ebben sporttevékenységbe szeretnénk bevonni, amely a mi sportolásunk ugye a fogyatékkal és a sérültek, és a idősek és a fiatalokat fogjuk össze. És ebben a programban tudnának szerintem hatékonyan részt venni, örömükre szolgálnak. A középiskolások egyre többen jönnek, nagyon jó lehetőségek vannak nálunk a nyári természetismereti táborunk, ami 10 napos, ott lehet jönni segítkezni minden programba, szervezésbe. Ezen kívül van az általér vizitúránk, az is nagyon népszerű, több gyalogkerékpár, barlang és vizitúra rendezvényünk van még, illetve eseményünk van egy évben, ahol szintén várunk önkénteseket. A hiánypótló rendezvényként megszervezett bőrzén egy nap alatt több száz középiskolás diák fordult meg. Már egy hete csak a mamára gondolok mindig. Mindenki számára ismert, és az általános iskolai tananyagban nem található művek is elhangzottak József Attilától abban a verseszenész színdarabban, melyel az idei Magyar Költészet Napja alkalmából készültek a Vaszari János Általános Iskola diákjai és tanárai. A lelkiismeret majd bekonunk, és nem lesz emlék, melyben magadra hajna. A próbák során a tanulók a költő életpályájával is részletesen megismerkedtek, hogy a versek hangulatát minél jobban átadhassák a közönségnek. Ez egy nagyon szomorú rész, itt hal meg ugye a mama, és még ezt az utolsó monológot, verset elmondja a gyerekeinek, mint egy ilyen búcsúzót, egy ilyen bölcsességet az életre, hogy ha majd megöregszel, mi lesz veled. Ez a mű címe is, ez József Attila egyik verse is. Hát igazából utána ugye hát meghal. A másik szerep, Etus szerepe, hát igazából ő nagyon félti a testvérét, hogy mi lesz vele, mert aggódik érte, hogy egy kicsit olyan furcsán viselkedik, és amúgy ő az utolsó ember, meg Jolán a másik testvér, akik igazából utoljára találkoztak vele. A forgatókönyv és a rendezés feladatát most is Sárosi Csaba vállalta, a darab bemutatásának nem titkolt célja a hagyományteremtő szándék. Az a vágyunk, hogy a gyerekeket megmozgassuk, kicsit alkotóvá tegyük, eredetivé, egyénivé, és a gondolataikat vállalják fel, és merjenek alkotni, mert a mai világban főleg rájuk fér, meg mindenkire, emberekre. És ez a mostani darab is, ugye ez volt a mottónk, hogy Isten itt állt a hátam mögött, és megkerültem érte a világot.
Tehát ezzel a gondolattal játszadozva találtam ki ezt a történetet, amely arról szólt, hogy leéljük az életünket, sikeresen vagy sem, és hogy mik azok az egyéb tényezők, amik az emberi akarat és döntésen túl egyéb, hogy irányíthatnak, beleszólhatnak a cselekvéseinkbe, a jövőnkbe, és ezt akartam körbejárni, hogy most ez az Isten, vagy talán az élő lelkiismeretünk, vagy talán a sors. Mindenki döntse el, de biztosan, hogy az utunk végéhez érve alakulhatott volna másképp is, vagy jobban, vagy rosszabbul. De ha talán jobban figyelünk útközben, akkor biztos vagy más. Az előadás a diákok és a vendégek körében is nagy sikert aratott, a szervezők arra is ígéretet tettek, hogy a jövőben nem csak a Magyar Költészet napján, de más jeles napokon is készülnek nagy színpadi alkotással. Ill és Anna, az én kultusom. Tapasztalt előadók mutatták be a Vasszary János általános iskolában a helyi diákok verseit. A Magyar Költészet napi program ugyanis nem csak a József Attila életével foglalkozó színdarab megtekintésében merült ki. E napon az intézményben igyekeztek a lehető legtöbb fiatalt a szokottnál is jobban bevonni az irodalom ezen ágába. Meghirdettünk egy rajzpályázatot is, versíró pályázatot is. Nagyon sok pályamű érkezett, ennek is nagyon örülünk, hiszen verset írni jó. Vallják a kollégák, valljuk az egész tantestület, és nagyon motiválták a diákokat arra, hogy alkossanak, és nagyon szép művek készültek. Sárosi Csaba kollega egy meglepetéssel is készül itt, az egyik kis diák versét megzenésítette, és itt más művész kollégával fogják előadni, hogy megbecsüljük azt, hogy a gyerekek alkotnak, és azt hiszem, hogy nekik is ez egy maradandó élmény lesz az életük során. A nap folyamán az óraközi szünetekben egy irodalmi kerengővel is készültek a gyermekeknek. A pedagógusok igyekeztek olyan mélységeket is megmutatni a diákoknak a költészetből, melyre a mindennapi oktatásban csak ritkán nyílik lehetőség. A gyerekek szünetekben olvassák a verseket, és azt hiszem, hogy ennél szebb, ennél jobb dolog nincs is a világon. Nagy a tananyag, a kollégáknak át kell adniuk ezt a tananyagot a diákoknak, de nagyon lelkes kollégáim vannak, akik a mindennapokban is követik ezt a példát, hogy minél gyakorlatiasabban közelebb vive a gyerekekhez a tananyagot, és ezt a kezdeményezést is ezért tartottam nagyon fontosnak. A pályázatra készült alkotások az iskola emeleti folyosóján megtekinthetők a későbbiekben is. 1947. április 12-én indultak meg az első vasúti szerelvények Felvidékről Magyarország felé, és ezzel kezdetét vette a szlovákiai magyarok kitelepítése. Tataváros önkormányzata ezen a napon minden évben megszervezi a szőgyéniekkel közös programot, amelynek keretében a Felvidékről kitelepített családokra emlékeznek. Itt állunk a Szőgyéni utcába, ahova sok-sok évvel ezelőtt a háborút követően Szőgyénből, Felvidékről, Tata mostani testvértelepüléséről nagyon sok családot hűztek el, és itt találtak menedékre, otthonra. Néhány évvel ezelőtt az egyik áttelepített család rokona megkeresett egy korpusszal, a keresztnek a test részével, és kérte, hogy valamilyen módon ezt újra állítsuk föl, mert hogy ez onnan származik. Így került felállításra itt a mögöttünk lévő kereszt, amelyik kereszten ez a korpusz, ennek a másolata van. Ugyanez a kereszt áll Szőgyénben is. Érdekessége ennek a keresztnek, hogy Szőgyénben Schmidt Róbert faragta ki szőgyéni környékbeli fából, vagyis egy szlovákiai magyar falu adta hozzá a fát, és a kő pedig, ami áll, az pedig az itteni Tardosró való, ami meg egy magyarországi szlovák falu, és ez a kettő együtt így azt jelképezi, hogy mi hosszú-hosszú évek óta, évszázadok óta együtt élünk itt a Kárpát-hazába, a Kárpát-medencébe. A megemlékezést több éve a Szőgyéni utca és a Mindszenty tér sarkán felállított Szőgyéni keresztnél szervezik meg, amely még különlegesebb jelentéstartalommal tölti meg az emléknapot. Ez a kereszt eredetileg a Méri család Szőgyéni szőlőjében állt, és amikor a családot kitelepítették, akkor az utolsó
csomagként, hogy úgy mondjam, a nagypapa elhozta a szőlőből a korpuszt. Hát a keresztet nem lehetett, de a korpuszt elhozta, és elhozta Magyarországra a családdal együtt. Fölkerült a család padlására, és ott találtam meg, hát te jó Isten, olyan 5-6 évvel ezelőtt, és akkor elmentem a kapucinusokhoz, és hogy letisztítottam egy kicsit, hogy hát áldják meg ezt a keresztet, mert hát ott hevert majdnem 50 évig a porba a padláson. Ez megtörtént, és ekkor jött a gondolat, hogy hát ez egy kicsit szőgyéni emlék, és akkor megkerestem polgármester urat, hogy mit szólna hozzá, hogyha ezt a keresztet a család felajánlaná a városnak, és valahol föl kéne alkalmas helyen állítani. Hát ez az alkalmas hely, igazán alkalmas hely, a Szőgyéni utca és a Mindszenty tér sarka. Két másolat készült, az egyik itt látható, a másik pedig Szőgyénbe egy hasonló kereszten áll, és így egy kicsit összekapcsolja egymással ezt a két települést. Hát ez a keresztnek a története. A felvidéki élet mindennapjai problémái és az ott élő külhoniak magyarság tudata is megjelennek Karafa Attila, dunaszerdahelyi képviselő és amatőr fényképész képein, amelyeket már több helyen is láthatott a magyar közönség. A felvidékről kitelepítettek emléknapján tatán nyílt kiállítás az alkotó fotóiból. A felvidéki szemmel címet adtam a fénykép kiállításomnak, amely jobbára a Kárpát-medencében készült várakról, emlékhelyekről, emberekről, eseményekről látható, de megtalálható más jellegű fénykép is. Azért fontos számomra, hogy átadjam a felvidéki életérzést, a felvidéki szemmel láttam mindezt, és magyar szívvel gondolkodunk, érzünk, ugyanúgy ott a Csalló közben, mint az anyaországban. Számomra fontos az, hogy a jövő ifjúsága is ezeken a helyeken megforduljon, megnézze őket, hiszen együvé tartozunk, mindannyiunké, ez a nemzeti kincs. A fénykép kiállításom már megjárta a szülőföldemet, illetve az anyaországban is, több helyen volt már. Hál' Istennek elmondhatom, hogy ugyanúgy, ahogy az idősebbek kicsit nosztalgiázni jártak a fénykép kiállításra, hiszen megnézték a régi várakat, a régi városokat a fényképen, ugyanúgy az ifjúságot is mindig elhozták, hogy tanuljanak, hiszen most már leomlottak a határok, a nemzet az egységes, és ezt ki is kell használnunk abból a szempontból, hogy az ifjúság el tudjon zarándokolni, el tudjon kirándulni, akár hozzánk a felvidékre is. Pontosan most, amikor a 71. évfordulóját ünnepeljük annak, hogy felvidékről elkezdték kitelepíteni a szlovákiai magyarokat, szerintem nagyon fontos, hogy például itt Tatán is bemutatkozzon egy olyan kiállító, aki a ma élő felvidéki kisebbséggel foglalkozik. Attila barátomat már jó pár éve ismerem, és több éve foglalkozik amatőr módon fotózással. Ő ugye dunaszerdahelyi városi képviselő is, tehát tisztán látja azokat a problémákat, amelyekkel meg kell küzdenünk. Én azt gondolom, hogy ezek egyrészt gazdasági jellegűek, mert akármennyire is felhőtlen most a együttműködés a két ország között, tehát Szlovákia és Magyarország közt, azt azért látnunk kell, hogy infrastruktúrálisan a felvidéki magyar régió az le van maradva. Mi dunaszerdahelyek nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy magyarságunkat akár egy foci mérkőzésen megéljük, és azt gondolom, hogy már Magyarországon is mindenki ismeri a DAC klubmárkát, és arra tudom biztatni a Tatán és a környéken élőket is, hogy egyszer látogassanak el Dunaszerdahelyre, mert a termálfürdőben mindenki kellemesen kikapcsolódhat, és megismerheti azt, hogy nem csak a fociról ismert ez a város, meg ez a régió, hanem akár az idegenforgalmáról is népszerű lehet a vidék. Lakossági fórumra várták a tatai és a szomódi lakosokat. Komoly fejlesztésbe kezd ugyanis a Güntner, növelve az ipar területét és a termelékenységét. A vállalat által tervezett beruházásokhoz szükséges a jelenleg hatályos szabályozási terv módosítása, amely a Tataváros önkormányzatának képviselőtestülete kezdeményezett. A fórumon a körzetben élőkkel is megismertették a pontos részleteket, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék a munkát. Güntner Tatán a legnagyobb adófizető és a legnagyobb foglalkoztató.
ennek a fejlesztésnek minden részletét a városnak kötelessége, alapvető kötelességes támogatni, segíteni. Ehhez egy új szabályozási tervet kell készítenünk, mert megvásárolta a Günther a vele szemben lévő régi téglagyári területet, ott egy új logisztikai park jön létre, az út is áthelyezésre kerül, tehát több olyan fejlesztés történik, amihez a szabályozási tervet kell módosítani. Ezért vagyunk ma itt, hogy ezt a szabályozási terv módosítást ismertessük az itt élőkkel, a környékben lakókkal, a tataiakkal, szomódiakkal, és ennek az észrevételeit, javaslatait beépítsük a végleges szabályozási tervbe. Új parkolók épülnek, új csarnokok itt a régi telephelyen, és új logisztikai jellegű tároló részek, és terve van véve egy munkásszállás építése is ezen a területen. A Günther sajnos nem tudja már a környékbeli munkásokkal elvégeztetni az összes feladatot, ezért szükséges egy durván 150 férőhelyes munkásszállás. Szeretném nagyon megjegyezni, hogy nem migránsok érkeznek ide, hanem olyan munkavállalók, akik lehet, hogy külföldi országból jönnek, de itt dolgoznak 3 hónapot vagy 6 hónapot, aztán hazamennek, jön helyettük másik. Az elmúlt több mint 25 évben folyamatos fejlesztéseket végeztünk. A kezdeti 15-20 fős létszám a mai napig 1400-1500 főre nőtt. Természetesen ez egy folyamatos, minden évben valamilyen fajta formában megvalósuló infrastruktúra termelés, bővítés és gyártócsarnok bővítés járult hozzá. A jelenlegi fejlesztés egy mérföldkő a vállalat életében, hiszen gyakorlatilag a meglevő területünket kinőttük. Ez azt jelenti, hogy a bővülésnek, a további fejlődésnek alapvető korlátja volt a helyhiány. Miután sikerült megvásárolnunk a Szomódi út másik oldalán levő régi téglagyári területet, ennek a segítségével, ezen az alapon született az a döntés, hogy a további fejlesztésekbe kezdünk. Céljaink azok, hogy a jelenlegi termelésünket, kapacitásunkat a 30-40%-kal jövőben bővítsük. A termelés kapacitás növelésével párhuzamosan a dolgozói létszám is emelkedni fog. A jövőben 150-200 új munkatárssal gyarapodhat a cég. A fejlesztés a tervek szerint jövő év nyarára fejeződhet be. Az előző estéről megmaradt pékáruk, közte több kilónyi kenyér, több tucat zsemle, kifli, perec, fánk, kakaós csiga, pogácsa és különféle péksütemények. Ezeket pakolják be a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat autójába. Az újonnan nyílt pékség felajánlást tett a karitatív szervezetnek, miszerint a megmaradt pékárut így szeretnék eljutatni szegényebb családokhoz. Megmaradnak ugye termékeink, és ezáltal szerettük volna ezt felajánlani nagycsaládosoknak, szegény embereknek. Ezáltal segítséget kaptunk egy kolléganőtől, és így találtunk a Máltai Szeretett Szolgálatra rá. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat minden felajánlásnak örül, különösen az élelmiszernek, hiszen azt látjuk, hogy azért a bármennyire is javul a megítélésünk szerint az embereknek az életszínvonala, az éhes ember még azért mindig sok. Az adományozónak az volt a kérése, hogy családoknak adjuk ezeket a termékeket. Mi olyan vállalatokat kerestünk meg, ahol családapák, családanyák dolgoznak, és a anyagi juttatások nem olyan magasak, ezért azokat a vállalatokat kerestük meg, és ott kerül kiosztásra, valamint a környezetünkben lévő olyan játszóterek, ahol a környéken olyan családok élnek, akik szintén örülnek ezeknek az adományoknak, és nagy szeretettel fogadják. Ugye hétvégeként kapja meg a játszótér, hétközben a városba kapják meg. Hétfő, szerdán, pénteken vállalatok, kedden a Kapucinis Kolostorban működő vagy plébánián működő Karitász csoport osztja ki az élelmiszert, illetve a Máltai Ház, csütörtökön egy másik intézménybe visszük. Van, amikor meglepődöm, hogy mennyi van. Volt olyan, hogy megtelt minden egyén, minden négy dézsa, minden kis tálca és még 6 zsák kenyért, úgyhogy nagy mennyiség. 7 éve szervez a Honvéd Bajtársi Klub programot a Költészet napja tiszteletére. Tagjai között sokan nem csupán versolvasók, hanem versírók is. Éppen ezért fontos számukra, hogy ezen a napon foglalkozzanak a költészettel. Minden évben más-más előadó érkezik a klubhoz. Igyekeztünk mindig olyan tatához, városhoz kötődő híres költeket találni, akik, hogy mondjam, nem csak Tatavárosi, hanem
országosan is ismertek, például Turci István, Jász Attila, ugye, aki tényleg a városhoz kötődik. Arra gondoltunk, hogy a versbarátok körét hívjuk. Ismerik őket, ismerik a versmondó versbarátok körét, ismerik Felvidéken, ismerik Délvidéken, és Arany János évforduló kapcsán ott voltak Nagyváradon is, Arany János születése 200. évforduló kapcsán. Szóval ilyen neves vendégeink lesznek. Minden nap fontos, ami verssel telik el. A mai nap különösen fontos azért, mert közel 64 éve, hogy ünnepeljük ezt a csodálatos napot, József Attila születésnapját. És annál is izgalmasabb, mert a versbarátok 5 éves ebben az évben. A Honvéd nyugdíjas csoport hívott meg 2 órakor egy önálló műsorunkkal, ahol hárman közvetítjük a legnagyobb költőknek a verseit, dalait. Azért fontos, mert kellene, hogy mindenki lelkébe beleivódjon, hogy a vers szeretete valami pluszt ad az ember életében. Csodálatos gondolatokat fogalmaznak meg a nagy költőink, bár a mai költőink is más és modernebb formában, de a nagy költőink, a klasszikus költőink olyan örök érvényű műveket hagytak maguk után, hogy nem elég eléggé hangoztatni, hogy mindenképpen meg kell őket ismerni. És ezért fontos. Szebbé teszi az életünket, minden napjainkat. Az egészséges életmódot népszerűsíti a menőmenzák elnevezésű pályázat, amelynek részeként tematikus napot szerveztek az Újúti Diákotthonban. Kb. 500 főt várunk ma ide összesen, tanulókat, pedagógusokat, szülőket, és hát a program tulajdonképpen így az egészséges életmódot próbálja felölelni többféle szempontból. Tulajdonképpen 3 szakaszra osztottuk az intézményt, a kisebbeknek mezítlábas park, rajzolás az egészséges életmód témakörében, ügyességi játékok, műanyag gyümölcsökkel, táplálkozási fóliával, ahol különböző színek szerint csoportosítani kell az ételeket, a speciális szakiskolásoknak előadások, a vízről, az egészséges életmóddal bemutatóval egybekötött előadások, az ANTS is segíti a programot, étkezési piramis, drogfogyasztás, káros hatásai témában, illetve elsősegély nyújtó tanfolyamot is tartunk, és itt az aulában pedig tulajdonképpen egy újrahasznosított csoportot, a Cellux csoportot várjuk, aki kreatívkodni fog a gyerekekkel, lesznek zöldségkóstolók, vakfelismerés, jön egy hölgy, aki szappan reszelékből fog a gyerekekkel kreatívkodni, illetve van egy Erasmus Plus elnevezésű futóprogram az iskolában 15 éve, a Nemzetek konyháját láthatjuk itt. Ők is az egészséges ételekkel készültek az adott országból. Intézményünkben 1992-ben alapítottunk egy alapítványt, melynek kéz a kézben a neve, és azóta is nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek programjainak, sőt, e célból hoztuk létre, hogy a gyerekek programjainak színvonalát emeljük, és sokrétűvé tegyük. A gyerekeink nagyon-nagyon sokat sportolnak, és nagyon eredményesen, mind a megyei szinten, mind országos szinten nagyon szép sikereket érnek el, és ugye ehhez csatlakozik ugye az egyéb más életmóddal kapcsolatos tevékenység, a lelki, például a lelki megsegítésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Az egészségnapra a Kömlődi és a Komáromi tagintézményekből is vártak tanulókat. A december 31-éig tartó projekt keretében még egy egészségnapot, további fórumokat és családi főzőversenyt is szerveznek a következő hónapokban.